A domonkos nővérek tanító-nevelő tevékenysége 1905-ben indult Szombathelyen. A mai paragvári iskola épületében működtették az óvodát, az elemi, majd polgári iskolát. A felsőbb leányiskolai oktatás és az óvónőképzés is a tevékenységeik közé tartozott. 1950-ig a szétszóratásig mélyítették el a diákok tudását és hitét a városban. Ennek állít emléket a Berzsenyi Könyvtárban nyílt kiállítás.